17. Burgonya zöldnapi szimpóziumot rendhagyó módon Gyergyóalfaluban szervezték meg. Idén is megszervezte a Gyergyószentmiklósi Református Egyházközség a vakációs Biblia hetet a gyülekezeti teremben. Köszöntöm a nézőket, a Fénypontot látják, július 10-én jó estét kívánok! A burgonya a második kenyere az országnak, hangsúlyozták a 47. alkalommal megszervezett burgonya zöldnapi szimpóziumon, aminek rendhagyó módon Gyergyóalfalu adott otthon szerdán. Ezáltal a jelenlévő burgonya termesztésben és feldolgozásban érdekelt szakemberek és politikusok egyaránt megismerkedhettek azokkal a beruházásokkal, amely révén térségünk ezen a területen élenjáró lehet Romániában. A Romániai Burgonya és Cukorrépa Kutatási és Fejlesztési Intézet, a Romániai Burgonya Szövetség és az esemény rendhagyó házigazdája a Baradi Agro vállalat szervezésében tartották meg a 27. Burgonya zöldnapi szimpóziumot. Ezúttal a helyszín Gyergyóalfalu volt, ahol a burgonya tárolók és a kísérleti állomás új kapukat nyitott meg a térség számára. Több burgonya termesztésben és feldolgozásban érdekelt szakember is felszólalt a rendezvényen, kiemelve a krumpli fontosságát az országban élők számára. Ez egy nagyon fontos esemény számunkra, ez rendhagyó. Ugye Gyergyó is környékén még nem volt országos szinten burgonya vagy pityóka témakörében egy ilyen fontos esemény, és nem volt még helyi cég vagy beruházás ennek gazdája, úgyhogy ez ilyen szempontból mindenképpen fontos. Nyilván ez országos szinten is egyedülálló beruházásokról van szó, ahogy elhangzott korábban is, a 4 beruházás összesen képes Románia a professzionális burgonyatároló kapacitását megduplázni, úgyhogy ez nyilván felhívta a hazai szakmai publikum érdeklődését is, és igazából ők kerestek meg, hogy ennek az évnek mi legyünk rendhagyóan a házigazdái, ezzel is kvázi bemutatva, hogy mit is hoztunk létre, illetve milyen új termékek fognak megjelenni majd a piacon. Gondolok itt a gyorsfagyasztott hasábburgonyára, amelyik ugye Gyergyó remetén fog elkészülni. Dr. Kari András, a Gyergyóalfalvi burgonya tároló és feldolgozó üzem projekt felelőse konkrét adatokat is elárult, amelyek bizonyítják a beruházásban rejlő lehetőségeket. Az egyik legnagyobb hozadéka az, hogy nagyon sok olyan farmer és burgonya termesztő is megismeri a helyi beruházásokat, aki korábban esetleg hallott róla, most személyesen is tudunk erről beszélgetni, tárgyalni. Ők is láthatják azt a technológiai színvonalat, ami itt megjelent, és nyilván ez számukra is döntő fontosságú lehet. Ugye eddig mi főleg Hargita megye és Kovászna megye gazdájukkal működtünk együtt, de azt látjuk, hogy a többi megyéből is nagyon nagy igény van arra, hogy velünk együtt működjenek, termeljenek. Nyilván mi is erre nyitottak vagyunk, hiszen hallottuk a méreteket. Idén 43 ezer tonna, jövőre 80 ezer tonna, és utána már több mint 100 ezer tonna burgonyát szeretnénk feldolgozni. A Romániai Burgonya Termesztők Szövetsége hagyományosan kiállítókat is meghív erre a rendezvényre. Gyergyóalfaluban a korábbi rendezvényeknél több, összesen 32 kiállító mutatkozott be, ami jelzés értékű is, hogy milyen sokan érdeklődnek a térségben zajló beruházások iránt. A romániai szakma jelenléte itt Gyergyószéken ismételten alátámasztja azt, hogy ezek a beruházások, amelyek itt megvalósultak, ezek milyen jövőbe mutatóak és hiánypótlóak voltak. Jelenleg Románia legnagyobb pityókatárolói vannak itt Gyergyószéken, és erről beszélt a szakma is, hogy milyen jó, hogy ilyen létesítmények megvalósultak, illetve arról is beszélt a szakma, hogy milyen fontos, hogy a feldolgozásig eljussanak a krumplival. Én örvendek, hogy ezek az emberek, akik szakemberként, kutatókként, termelőként eljöttek ide, és több száz emberről beszélünk, ezek alátámasztják, aláhúzzák ezeket a beruházásokat, büszkeségre ad okot, illetve arra, hogy az elkövetkező években is tovább kell erősítsük ezeket az elképzeléseinket, ezeket a fejlesztéseket, és kell bővítsük a krumplival kapcsolatos feldolgozóipart itt Gyergyószéken. Az esemény védnökei, házigazdái és a résztvevő szakemberek bemutatták a legújabb növényvédelmi technikákat, új burgonyafajtákat, termékeket és trágyázási technikákat, mezőgazdasági gépeket, csomagoló berendezéseket, valamint tárolási és feldolgozási elemeket is.
A HVCK értesíti az érintetteket, hogy javítási és karbantartási munkálatok miatt szünetel a melegvízszolgáltatás július 11-én csütörtökön 8 és 14 óra között a Virágnegyed 40, 43, 44, 49, 50-es tömbházakban, valamint július 11-én és 12-én csütörtökön és pénteken a Virágnegyed 43G tömbházban. Idén is megszervezte a Gyergyószentmiklósi Református Egyházközség a Vakációs Biblia hetet a gyülekezeti teremben. A Vakációs Biblia hét célja Isten közelségének közösségben történő örömteli megélése, a Bibliával való foglalatosság, a szeretetben nevelés, a keresztény értékek felmutatása, a cselekvésre való buzdítás, valamint a gyülekezethez tartozás tudatának építése. A keresztény oktatásért és erkölcsi nevelésért alapítvány minden évben összeállítja a Vakációs Biblia hét programját. A Gyergyószentmiklósi Református Egyházközség szervezésében július 8 és 12-e között zajlik az Éld át Jeruzsálem utcáin címmel megszervezett játékos evangelizáció program, mely hozzájárul a gyerekek hitbeli és erkölcsi neveléséhez, közösségépítéshez és egymás elfogadásához. Ezt a messiást. Miből gondolták, hogy egyetlen egy ember a nagy római birodalmat le fogja győzni? Hát király az, aki Szamárhátón közlekedik. Már ebből is láthatták volna, hogy valami nem stimmel. Nehogy Isten, minden stimmel, tudod? Az őseink abból tudták, hogy fog jönni a messiás, mert ők ígéretet kaptak. Az 5 napon át tartó Biblia hét által Jézus életének történeteivel ismerkedhetnek meg a gyerekek, amiket az egyházközség tagjaiból álló csapat mutat be. Van, aki már évek óta aktív résztvevője a Biblia hét szervezésének is lebonyolításának, de évente vannak újonnan csatlakozók is. Jézus életéhez kapcsolódó történetekből áll össze az idei Biblia hétnek a témája. A lényege az, hogy éld át, tehát hogy legyenek a gyerekek részesei ennek a történetnek, érezzék, hogy akár ma is megtörténhetett volna, illetve ma is megtörténik mindaz, ha más formában is, hogy Jézus jelen van, hogy lehet vele találkozni, beszélgetni, az ő segítségét, erejét megtapasztalni. Idén naponta közel 50 gyerek részvételével zajlik az esemény. A hét zárásaként hagyományosan a vasárnapi istentisztelet keretében mutatják be a gyerekek az evangelizációs Biblia hét alatt tanultakat, amikor a szülők is részesei lehetnek a gyerekek élményeinek. Az elektromos roller meghibásodott akkumulátora miatt tűzütött ki egy harmadik emeleti lakásban Balánbányán. A helyszínre a helyi hivatásos tűzoltóság, valamint egy mentőautó is kivonult. Mint kiderült, a lakásban egy személy tartózkodott, akit a mentőcsapat ellátásban részesített, a tüzet eloltották. Mintegy 113 ezer embert látott vendégül idén a Marosvásárhely mellett megszervezett Vibe Fesztivál. A fesztivál az esti koncertek mellett számos fiatalokat érintő tájékoztató programot, sportolási és kikapcsolódási lehetőséget biztosított. Jason Derulo volt a legismertebb nemzetközi előadó. A magyar közösségnek azonban talán a bagosi koncert marad az egyik legemlékezetesebb az idei vibrálásból. Gazdag program és koncert kínálattal zajlott az idei Vibe. A Marosvásárhely mellett megszervezett fesztivál az esti koncertek mellett számos fiatalokat érintő tájékoztató programot, sportlehetőséget, a legfrissebb környezetvédelmi trendeket, illetve újrahasznosítással kapcsolatos lehetőségeket is felvonultatott. Ki lehetett próbálni például a Spike Bolt. De a fesztiválozók arról is tanulhattak, hogy mi egy jó előadó titka, mivel érdemes kezdeni és befejezni egy nyilvános szereplést annak érdekében, hogy megragadjuk a közönség figyelmét, és hogyan küzdjük le a lámpalázat. 2, 3. Ugye milyen jó érzés, ahogy a véráram újra elönti az ujjakat? Ugye milyen jó érzés ebből a görcsös állapotból kijönni? Az én előadásom az a szorongásnak az oldásáról fog szólni, nyugodtan üljetek le, és
És hát ez történt, én ezzel találkoztam, amikor ott ültem ezen a konferencián, és igazából fogalmam sincs már arról, hogy a pszichológus előadó az milyen módszereket dobott be, de ez a nyitás megmaradt. És ezt a nyitást azért is viszem előadásról előadásra, mert hiszek abban, hogyha valami olyannal nyitjátok meg az előadásotokat, valami olyannal robbantjátok rá így a közönségre magatokat, meg a témátokat, amit máshogy nem tapasztaltak, ami különleges élményt jelent, és utána van átvezetés is a konkrét témakörbe, utána érzi a közönség, hogy nem csak úgy bűvészkedtél itt a kezekkel, hanem ez összefügg azzal, amiről fogsz beszélni, akkor legalább abban bízhatsz, hogy az előadásodat, a te fizimiskádat téged meg fognak jegyezni. Az egyik legnagyobb érdeklődésre számot tartó beszélgetés a Nánási Pál Ördög Nóra párosé volt. A fotográfus és televíziós műsorvezető házaspár több közös, illetve külön vállalkozást is működtet. A márkaépítés és fenntartás lehetőségeiről, buktatóiról és a házaspár munkatárs kapcsolat összetettségéről is beszéltek. Elmondták, hogy számukra egy-egy működő projekt fenntartása nagyobb kihívást jelent, mint az ötlet életre hívása. Ahogy fogalmaztak, a teremtés megy esetükben a leggördülékenyebben. Teremtésben nagyon jók vagyunk, és erre tényleg én is azt gondolom, hogy nekünk ez a szupererőnk, hogyha valamit kitalálunk, akkor képesek is vagyunk áttolni a megvalósulási küszöbön, tehát hogy ez nem csak papíron marad ez a terv, hanem aztán ez meg is valósul. De valójában egy csapdahelyzetet is teremtünk ezzel saját magunknak, mert utána benne maradunk az üzemeltetésében, és ezeknek az ötleteknek felelősséggel tartozunk a csapatért, akiket oda szervezünk azért, hogy ezek a dolgok létre tudjanak jönni, és innentől kezdve mi magunk is egy folyamatos kerékben görgünk előre, és nem nagyon tudunk ebből bizonyos pontokon kiszakadni, vagy csak nagyon tervezetten. A Fashion Cornerben, azaz a divatsarokban a helyi tervezők egyedi darabjait lehetett megtalálni, illetve találkozni is lehetett a tervezőkkel, és egy-egy témában, előadásokon keresztül lehetett elmélyülni a különböző divatirányzatokban. A szomszédos helyszínen természetes alapanyagokból bőr- és hajápolási kencéket készíthettek az érteklődők. Ugye a körömvirág a legrégebbi, az egyik legrégebbi ismert őshonos gyógynövényünk, és ezt a balzsamot fogják tudni használni a fesztiválozók napégésre, meg csípésekre, meg kisebb zúzódásokra, úgyhogy azért döntöttünk a körömvirág mellett. Ők most ott olvasztják össze a méviaszt a különböző olajokkal, utána fognak bejönni a kivonatok, mert azok meg hőérzékenyek, és a végén egy ilyen kis tégelybe vihetik őket haza. A foci rajongók természetesen a futball EB-t követték, aki pedig nem a spanyol-német foci meccsért rajongott, az a Bagosi Brothers Company koncertjén bulizott. Most azért, ha nem látnád, el nem hinni, hogy az idő, hogy szemtelen. A szervezők összesítése szerint több mint 100 000 fesztiválozó lépett be idén a Vibe kapuján. Jason Derulo volt a legismertebb nemzetközi előadó, a magyar közönségnek azonban talán a Bagosi koncert marad az egyik legemlékezetesebb az idei vibrálásból. A dolgozatok óvások utáni újrajavítását követően 0,1%-kal 74,5%-ra nőtt azoknak a nyolcadikosoknak az aránya, akik elérték a legalább 5-ös átlagot az országos képességfelmérő vizsgán, tájékoztatott az Oktatási Minisztérium. A szaktárca közleménye szerint idén a dolgozatok 8,76%-át kitévő 27.640 óvást nyújtottak be a vizsgázók a képességfelmérő vizsga előzetes eredményeinek közzététele után, míg tavaly 27.128 dolgozatot óvtak meg. Ebben az évben 14.485 óvást a román nyelv és irodalom, 425-öt az anyanyelv, 12.730-at a matematika vizsgán elért eredmények ellen nyújtottak be. A dolgozatok újrajavítása nyomán 14.720 esetben nőtt, 9.646 esetben csökkent a végleges jegy.
Senki ne induljon neki a hegynek felkészületlenül, megfelelő lábbeli és ruházat nélkül, javasolják a hegyi mentők. A hegyek járásának nyáron is megvannak az alapszabályai, aminek az elmulasztásával veszélybe sodorhatjuk magunkat. Maros Brassó, Besztercen Aszót, Bihar, Neámc, Mehedinc, Volcsa és Gorzs megyéből kértek segítséget a hétvégén a hegyen rekedt vagy bajba jutott turisták, számol be az Országos Hegyi Mentő Szolgálat. Míg szombaton 43 személyt, vasárnap 21-et mentettek meg, közülük 19-et átadtak a Smurt rohamentő szolgálatnak, amely kórházba szállította őket, 4 esetben helikopteres bevetésre is szükség volt. A legtöbben tanácsért fordultak a hegyi mentőkhöz, eltévedtek, a túraösvények iránt érdeklődtek, esetleg kisebb balesetek miatt volt szükségük segítségre. A Maros megyei hegyi mentő szolgálat munkatársai azt javasolják, senki ne induljon neki a hegynek felkészületlenül, megfelelő lábbeli és ruházat nélkül, még a nyári időszakban is érhetik meglepetések a magaslatokon, ugyanakkor papucsban és strandfelszerelésben nem is ajánlott hegyet mászni. Szükséges a kellő mennyiségű ivóvíz és élelem. A kijelölt turista útvonalakról nem tanácsos letérni, mert ha bajba kerülnek, nehezen tudják bejelölni a tartózkodási helyüket, illetve nehezen tudnak visszatalálni a kijelölt ösvényre. Ideink végén megköszönöm a nekünk szentelt figyelmet, viszontlátásra holnap! Műsorvezetőnk ruháját a West Dream biztosította.